Harrison Ford hetet élünk, ugye kijött a Star Wars előzetese, azt amiben... Különögöm, ki érdeke, most ne buszhatjuk az embereket, amikor mondod, a Star Wars előzetes. Nagyon kérlek, nyugodj le. Ez egy szar J.J. Abrams film lesz, most tényleg, hogy már ezzel kezdjük. Jelentősége van, mert egy hét leforgása alatt Harrison Fordot ugye két teljesen különböző műfajban is láthatjuk, ugye, mint Han Solo Csubakkával hazaérkezik. És az Egyelány csodálatos életet, csodálatos Kora című filmben. A lényeg az, hogy itt van egy romantikus, bárcsak romantikus komédia lenne, egy romantikus dráma. Én ugyan éreztem benne a komédiát, és sokan mások is a mozikban, de ez egy kőkemény dráma. Mire gondolsz az emelés részekre? Vagy amikor ugye szépen így a, van ez a, ez a bájos narráció, és akkor elmagyarázza neked a bullshitet. Adeline Mary Bowman 1908. január 1-én született. Mondjuk el, hogy ugye Adeline egy gyönyörű szép nő. Először karambolozik, aztán megfullad, megfagy, és belecsap a villám, és ennek hatására egyébként... A magfúzió. Ne próbáljátok ki otthon. Ettől kezdve Adeline Bowman védetté vált az időpusztításával szemben. Egyetlen napot sem öregedett többé. Igen, Hollywood és a magfúzió, ebből szerintem egy ilyen Z-kategóriás horrorpornot is kellett volna hozni. Mennyivel jobban szórakoztunk volna. Megható dráma, ugye egy öregedni nem képes nőről, akit egyébként egy csodaszép színésznő játszik. Hát egy olyan, nyilván nem várjuk el, hogy ezt hitelesen alakítsa, de hát hogy mondjam ezt. Hát, ha Meg Ryan alakította volna ezt 20 évvel ezelőtt, akkor egy ilyen embermeleg karakter lett volna, de ez az érinthetetlen plasztik, műanyag. Nem hiányzik valaki, akit szeretetnél? Az nem ugyanolyan, ha nem öregedhettek meg egymás mellett. Enélkül a szerelemtől csak megszakad a szíved. De viszont van a filmben Harrison Ford. Harrison Ford is egyébként megjelenik. Aki nem rossz benne. Hát nézd, ebben a kategóriában, tehát hogy ebben a versenyszámban tényleg. Tehát ennél alább azért nehezen adhattam volna. Miért? Szerintem teljesen jó, amit azért most... Voltak, azért, tudod, ezek lehet, hogy még létezik. Harrison Ford egy karakter. Egy karakter, igen. Tehát egy sztár, aki mindig önmagát adja. Így van, tehát nem egy ilyen Shakespeare színész, tehát hogy igen, we are home. Persze, igen, de és itt ebben a filmben én úgy éreztem, hogy mondjam, itt a színészi játékával kimagaslik a mezőnyből. Hogyan lehetséges ez? Ennyi éven át éltél, de sosem volt életed. Nem tudom, hogyan. Szerelmes. Szerelmes. Egy idős szerelmes. Így van. Igen, így kis van. Körszakállal, mert hogy az nyilván az a... És az csillagászt alakít. Tehát ez a karakterépítés, tudod, a körszakáll. A körszakáll a csillagász, így van. És az a bájos tényleg ebben a film, hogy vannak ilyen nagyon-nagyon komolyan vett párbeszédek, tehát például, amikor a főhősnő a főhős karjaiba omlik, és akkor azt mondja neki, hogy adj nekem valamit, amit megragadhatok, vagy valami hasonló, és akkor az összes saj a széksoromban, tehát egy akkora kuncogásba kezdett, hogy tényleg utána átragadt az egész mozgalom. Na jó, azért a film most már tehát, itt... Adj nekem valamit, amit megragadhatok. Most már azért nagyon-nagyon elkanyarodtunk itt a szürkölt van árnyalat a féle színvonal. Nem, de ugye ez azért sokkal jobb. Ez volt a reakció a moziban. Én nem gondolom, hogy ez sokkal jobb. Én azt gondolom, hogy ez egy sokkal, a szürkölt van árnyalat, egy sokkal becsületesebb dolog. Ajánlott valamit, azt ugye meg is kaptad, azt a szolgáltatást. Itt meg egy, vannak ilyen sci-fi, mondjuk ezt, hogy science fiction elemekkel kacérkodó romantikus történetek, az időutazó felesége. Jó, hát az sem volt egy... De abban legalább a Rachel McAdams volt, igen, nem? Igen, igen. Abban volt színész. Abban volt színész, valahogy még volt egy egy olvasható regény mögötte, amit így vagy úgy, mégiscsak olyan de van gyanúm, hogy ez is regény alapján készült. Lehet, de ez tényleg ez az iskola példája annak, hogy hogyan szuk el. Nincs nagykönyv. Te mindig elő szoktál azt a része, egy tendencia, hogy van nám egy könyv. Igen. Én egy ilyen mozgó könyvtáros cukros bácsi olyan vagyok. Pontozzuk. Mondj valamit, amibe belekapaszkodhatok, és sosem ereztem el. Én úgy érzem, hogy te valami egészen mélyen jársz itt a dolgokba. Nem, azt ki kell érdemelni, a nagyon gyenge pontokat is ki kell érdemelni. Szerintem ez a megalázó 4-es. Megalázó 4-es? Megalázó 10-ből. 6-ot ugye a nézhető filmekre adjuk, a 2-t a nézhetetlenre. Ez a 4-es.
Ha már szóba került ugye a Star Wars, és most már egy kicsit lenyugodtam, miután elment Köves kollega, alapvetően ugye itt a moziba érkezik egy másik science fiction is, egy úgymond kultúr science fiction, ahogy így az alkotók elmagyarázták, vagy elnevezték ezt a műfajt. Kiderül, hogy fogtak egy jelet. Jelentős változást okozhat társadalmi szinten. Kihathat az egész életutamra. Egy dokumentum, vagy egy mokumentari, vagy áldokumentum film ez az egész. Magyar gyártmány, Százados Miklós ötlete, gyártotta, felvette, kitalálta, megvágta, mindenkit a szívességet kér. Ez olyan kérdés, amire én nem tudok választ adni. Gyerekkoromtól megvan. Mindenkinek van. A sztori szerint jönnek a földön kívülek és megkérik a pont két derék magyar embert, hogy készítsenek egy, tudom én, egy filmet az emberiségről, de pontosabban a magyar emberiségről. Féltem tőlük. Amit irántuk érzek. Nem kerestetek meg egyet sem? Ők adják ki együttesen azt a tudást. Akkor most találjuk meg, vagy mutassuk meg, hogy milyen az ember. Tehát és akkor egy ilyen rettenesen komoly témák vetődnek föl, hogy mit jelentek a szüleink nekünk, mit jelent az, valaki tehetséges, mit jelent az, valaki szorgalmas, mitől vagyok boldog, mitől vagyok szomorú. Kondor, annyira parás a csoka, hogy a lábvidéken akar velünk randizni. A szexualitáshoz hasonló zsigeri, szerelemszerű. Például bort lehetne inni. Szeretkeznék. Ilyen 42 embert szólaltatnak meg, természetesen, ami engem egyébként érdekel, de hát ugye mit érdekel az, amit én gondolok, vagy én akarok, tehát alapvetően sokan vagyunk itt mi ezzel, hogy mint ahogy Clint Eastwood, alias Dirty Harry mondta, hogy a vélemény az olyan, mint a s**juk, mindenkinek van egy, tehát alapvetően, és ezt idéztem, ez filmtörténeti klasszikus idézet volt, hát alapvetően itt 42 ember mondja el a véleményét, mert mindenkinek van egy. Akkor ez a punci dolog. El kell jutni olyan területekre, ahol még nem jártunk. Reklamáció még nem érkezett a munkánkra. Ilyen lények vagyunk. Az írók, a sportolók, meg a tudósoknak a válaszai tetszettek. A zenészeké kevésbé, a színészeké még kevésbé. Ez lámpa. Ez egy lámpa. Ez a lámpa. Ott találtam magam Németország egyik legjobb kutatóintézetében. Egy idő után egy picit átlépben abba a hibába, hogy akkor most a sikeres embereknek a sztoriát meséljük el. Hát nem tudom, biztos a Fluor Tominek a siker az úgy a sok minden mondjam, tapasztalata jár, hogy ő elmondja, hogy mit tenne például a élete utolsó napján, vagy ilyen kérdés is, hogy mit tenne valaki az élete utolsó napján, hát nem tudom. Nyilvánvalóan nem a lámpagyűrűgatókmat fogom elővenni ennek a kérdésnek a kapcsán, ha filmről van szó, hanem mondjuk László Antinnek a Melankóliát, ami ugye erről szól, csak meg van írva, meg van rendezve, el van játszva, meg van vágva, és egyfajta művészi esztétikai színvonalon működik. Akkor költöztem be tulajdonképpen a magamba. Dobog a szív és figyelsz, és bízol a műszerekben, más nem tehet. Jó lenne egy bizonyosságot találni. Spontán folyamat, amit úgy neveznek, hogy evolúció. A lámpagyűrűgatók tulajdonképpen szimbolikus kezdeményezés, persze miért ne. Tök jók ezek a dolgok, csak alapvetően nekem az egészek kapcsolatosan egy kicsit ilyen work in progress érzésem van, tehát most szóljatok, ha kész a film, jó? Addig is, mint, hogy mondjam, nézhető dolog és szimbolikus próbálkozás, egy 6 pontot adunk. Alapvetően, ha már itt a rendhagyó filmekről van szó, akkor tulajdonképpen a Party Girl című francia film is igen rendhagyó. Ebből 3 rendezője van, és a szereplők meg tulajdonképpen civilek, akik némileg önmagukat alakítják, és némileg szerepet játszanak. Isten se tudja, a rendezők se tudják, fogalmuk sincs, hogy hogyan jött ez a film össze, mi a fikció, mi a valóság. A főszereplő egy idősebb hölgy, bizonyos Angelik, aki az egyik rendező az anyja tulajdonképpen, és idős ruttáncost alakít, aki éppen már így kikopóban van a bizniszből, tehát mondjuk ki öreglány, és akkor az egyik kuncsaftja kitalálja, hogy ő szerelmes belé, és akkor feleségül veszi. I can dance, I can drink.
moment donné, il faut dire stop certaines choses. Ça me fera tout drôle de ne plus travailler. Mi lesz ebből a filmből? Nem nagy spoiler, ha ugye egész film egyetlen egy mondatban összefoglalható, aminek a tanulsága, kutyából nem lesz szalonna. Life of a party girl. Moi je t'ai belle comme une danse. Depuis chez toi, t'as dit te barrer, tu pars. Megnézhetjük, vannak benne erős jelentek, vannak benne bosszantó jelentek, vannak benne atmoszférikus jelentek, vannak benne banálisak. Kicsit olyan, mint az élet, mert hogy tulajdonképpen ez itt az oda alkotok célja, hogy olyan legyen ez a film, mint az élet. Ízlés dolga. Ja, és nem mellékesen Cannes-ba azért bejött ez a dobás, mert hogy a aranykamera díjat kapták a legjobb első film. Hát gondolom szegények, hárman biztos összevesznek a díjat, nem? I used to be so fragile, but now I'm so hétköznapi vámpírok. Ez a film többször mondom meglepetés. Egyrészt az, hogy elkészült egy új-zélandi film kevés pénzből, sok ötlettel, nagyon sok humorral. Mondjuk alapvetően az ilyen crossover filmeknél általában az szokott lenni a kérdés, hogy ugye, hogyha már a horrort meg a vígjátékot, a komédiát ugye itt összereszk, akkor valamelyik erősebb lesz, hát ebben a komédia sokkal erősebb. Ha három vámpír kerül egy lakásba, elkerülhetetlen a feszültség. Gondoljuk az összes baromságot, amit a vámpírfilmekkel kapcsolatosan így annyira extrémek, hogy eszünkbe se jutnak, na az mind benne van ebben a filmben, tehát ebből a szempontból ez egy nagyon szórakoztató kis darab. Szeretnénk bemenni a kocsmába. Öt dolcsi és bemehettek. Nem a pénz, más a nem baj. Nem hívnál be minket? Néha friss vér is kell. Alapvetően a magyarországi formázása is több, mint szórakoztató, mert hogy ez már lement a tévébe, a Cinemaxon, szinkron, már ki is pörgött a tévéből, tehát ha valakinek ismerős ez a film cím, meg ez a film, ne csodálkozzon, mert lehet, hogy látta a tévébe. Kettő, volt a Titanic Fesztiválon, úgymond premierölt, miközben már volt a tévében, és most megérkezett a mozis premierje is, miközben már volt a Titanic Fesztiválon, és volt a tévében. És ez most nem vicc, ez halálkomoly volt, de azért szerintem érdemes ennek ellenére megnézni.